Sziasztok, én Mester Lázi David vagyok, ez pedig az Apavlog csatornám, és ma ezt a tévét fogjuk kipróbálni. Ezt a tévét úgy hívják, hogy Mi TV 4S, és lehet, hogy még a nevében benne van az is, hogy 4K, meg hogy 65 col, mert hogy ez egy 165 cm átmérőjű tévé, és az a helyzet, hogy ez egy elég gyors teszt lesz, mert hogy csak nagyon rövid ideig tud nálam lenni a tévé, mert hogy az van, hogy akkor az érdeklődés állítólag, hogy amikor ezt megnéztem, akkor visszaadom a Xiaomi-soknak, és ők rögtön viszik a bemutató teremben, mert most egy sincs ott, és akik jönnek, hogy megtapogatnák, azok nem tudnak mit megtapogatni, egészen addig, amíg én ezt vissza nem adom. Az ilyen tesztek gyakran unboxinggal kezdődnek, ez a műfaj egy kicsit nekem fura, amikor egyáltalán annak idején értesültem a létezéséről, akkor nem nagyon értettem, hogy miről szól, és egyébként sokszor most se értem, hogy ez miért érdekes, hogy kiveszünk valamit a dobozából, de elfogadom, hogy van ilyen, és millió számra imádják. Viszont ebben az esetben, mert egy ilyen TV esetében igenis van értelme az unboxingnak, mert hogy egyelőre fogalmam sincs, hogy hogy nyerem ki a dobozból a tévét, anélkül, hogy összetörném. Ahogy említettem, nagyon már vissza kell adnom, úgyhogy nem is rendezkedem be erre az új tévére. Az ott a háttérben, ami látszik, az az én saját tévém, ami egy 150 centis Sony, azért volt egy elég kellemetlen kalandom, az nem androidos tévé. Mutatom a távirányítóját, nem tudom mennyire látszik, hát most tekintsünk attól el, hogy a gyerekek már összetörték a távirányítót, cserébe ilyen szépen meg is ragasztották bűntudatukban. Na de nem ez a lényeg, hanem hogy itt van a távirányítón a két legnagyobb gomb, mint látszik, az a YouTube és a Netflix. Ez azért jó, mert hát a YouTube ugye hozzáférhető bárki számára, a Netflix az meg nem, de olyan előfizetésünk volt, úgyhogy ez nekünk kapóra jött. Viszont még egy előfizetésünk volt, HBO Go. És az nem volt ezen a tévén. Kiderült, hogy másképp nem fog menni, kell hozzá valamilyen közvetítő eszköz, hát én azt gondoltam, hogy ha veszek hozzá egy androidos TV boxot, akkor az megoldódik. Szóval ez egy Mi Box, androidos, és hát egy dolgot kell róla tudni, hogy hát erre nem volt HBO Go applikáció, és erre az HBO-nak az volt a hivatalos válasza, hogy streameljük a TV-re az HBO Go filmjeit, mondjuk a telefonunkról, egy Chromecast eszköz segítségével, ebben ugye van Chromecast, tehát hogy ebben lehet ilyet csinálni, csak hogy ez állatira nem elegáns, meg macerás, meg miért kell nekem a telefonomat elővennem és nyomogatnom. Hát most ennek a tévének az ígérete, hogy HBO Go kompatibilis, erre nagyon kíváncsi leszek. Ja, mert egyébként az a tévé is 4K-s, meg mindent tud, tehát hogy ilyen típusú probléma nincs vele. De most dugjuk be, aztán nézzük meg, hogy mi történik. Történt valami? Most meg spanyolul beszél, ez nem jó. Ilyen közeleket tartani. Tehát, hogy ez így be van építve, hogy meghajoljunk a tévékészülék előtt, amire a család hónapokig éhezett. Igazából valószínűleg most csak összekapcsoltuk a távkapcsolót a tévével. Eszpanyol. Indiai angolra is lehet, azt kellett volna. Quickly set up your phone. Ó, várjam, a telefonnal lehet setupolni? Igen. Okay, Google, set up my device. Igazolja, hogy jön? Igazolom. Itt a fiókom. És az egész Google fiókomat átmásolja a tévére, boldog vagyok. Be vagyok szájnolva. Igen, meg be vagyok a Wi-Fi-re csatlakoztatva vagyok, nagyon jó, kész. Ennyi. Azt már látjuk, hogy beállítani egy telefon segítségével nagyon egyszerű, mindent elfogadok, ez lehet, hogy hülyeség. Miért kell most megadnom a régiót? Tehát most másoltam át az egész, most Olaszország, nem Olaszországban mondjuk, ha valami. Na, végre. Netflix van itt minden, mindjárt megnézzük az HBO-t. Ami fontos, és most látszik, hogy nagyon gyors. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs várakozási idő. De most ez be van már az én Netflixen bejelentkezve? Nem mindjárt kiderül. Tessék. Hát ebben sok mindent nem kell beállítani. Amire én most nagyon kíváncsi vagyok, az, hogy mi van az HBO-val. HBO Go! Nagyon jó. Tessék. Sikeres aktiválás!
Ennyike. Na hát azt láttuk így első körben, hogy beállítani a tévét nagyon gyorsan ment, főleg így, hogy összekapcsoltuk a telefonunkat, a Google fiókunkkal, de most nézzük, hogy mit tud ez a tévé, hogy mik azok a paraméterek, amikkel reklámozzák, vagy amitől ez igazán érdekes. Az egyik ugye hát, hogy nagyon nagy, az 165 centi az nagyon impozáns, miközben ugye nagyon vékony a keret. A felbontása az természetesen 4K-s, tehát ugye ebbe azért valószínűleg nincs túl sok meglepő. Nem szoktunk itt a csatornán nagyon belemenni az ilyen technikai részletekbe, de nyilván amikor az ember tévét vesz, hát én is így voltam vele, akkor hajlamos elmerülni a részletekben. És hát ez a tévé tudja a HDR 10 pluszt, ami azt jelenti, hát, hogy ez a HDR arra való, hogy minél több minden látszon a képen a világos, meg a sötét részeken is. Néha ez persze nem sikerül nagyon jól, meg kicsit néha túl is lőnek a célon, de a lényeg az, hogy hát próbálják a gyártók ezt minél jobban megoldani, és ez a HDR 10 plusz is erről szól. A plusz jel az azt jelzi, hogy dinamikusan változnak ezek az értékek, mondjuk elindul egy film, akkor ott akár jelenetenként igazítja a tévé a paramétereket. A sima HDR 10-es jelölésű tévék, azok ezt még nem tudják, úgyhogy ha valaki tévé vásárláson töri a fejét, akkor inkább HDR 10 pluszost legyen, ne sima HDR 10-est. Ezen kívül van benne két darab 10 wattos hangszóró, meg egy 4 magos processzor, ami arra elég, hogy ilyen flottul működjön a tévé. Meg persze Wi-Fi, Bluetooth, meg egy csomó csatlakozó ott hátul, HDMI-k, meg USB-k, meg gyakorlatilag minden, amire szükség lehet. És az Android TV 9, valamint egy ilyen nagyon egyszerű távirányító. Itt most azért hozzá kell tennem, hogy ugye sokan hozzá vannak szokva, hogy a tartalmat azokat nem ilyen előfizetéses helyekről szedik, hanem a torrentről. De ennek kezdett leáldozni, mert közben Magyarországon is tulajdonképpen elérhető áruak lettek ezek a szolgáltatások, tehát egyszerűbb lett egy HBO-ra előfizetni, vagy egy Netflix-re előfizetni, mint a torrenten keresgélni, és így volt ez persze Amerikában is, már jóval hamarabb, csak hogy állítólag mostanra a torrent népszerűsége újra elkezdett nőni, amit ez a két távirányító is jól mutat, mert ennek az okát egyre több ilyen előfizetős szolgáltató van. Egyesek állítólag ilyenkor leülnek inkább a torrent kliens elé, és letöltik az adott filmet vagy sorozatot, ahelyett, hogy előfizetnének a 48. szolgáltatóra. De hát ilyen a világ, majd meglátjuk, hogy ez merre megy tovább, vagy merre alakul. És amire én még kíváncsi vagyok, az két dolog. Az egyikre inkább a gyerek kíváncsi. Az egyik az, hogy hát most direkt megnézzünk vele ilyen 4K-s bemutató filmeket. Kíváncsi vagyok, hogy mutatnak rajta, és aztán játszunk egy kicsit. Jó, hát az most nyilván az én videóm, ami felkerül YouTube-ra, az eleve HD felbontású, ez meg ugye 4K, tehát nem fog kijönni az a felbontás, amit itt látunk, de hát ez nagyon durván jól néz ki. Hát igazából nem is tudom, hogy kell ezt még tovább nézni. Tehát ha kíváncsiak voltatok rá, hogy szép-e a kép a tévének, akkor az a helyzet, hogy szép. Ezek azok a videófájlok, amik az áruházakban is futnak a tévéken, és ami miatt az emberek megveszik ezeket a tévéket, mert annyira durván jól néznek ki. Aztán otthon bedugják az antennát, és nézik a SD felbontású tévéadást. Elég a hülyeségből. Ténykérdés, hogy jól néz ki. Most nézzük, milyen a játék. Ehhez az Xboxot fogjuk rákötni, ami hát nem fogja a tévé összes képességét megmutatni, ugyanis az Xbox One az csak simán a HD felbontást tud. A One S meg a későbbiek tudják a 4K-t, de nekem csak egy One van itthon. Úgyhogy most azzal fogjuk megnézni a játékot. Tulipálok, nem így gondolják, de amúgy mi igen. Szép. És azért tényleg esőben ilyen erős autóval. Na, csendesabban kell hagynunk a tévé próbálgatását, mert mint mondtam, vissza kell adnom, hogy más is megnézhesse, hogy élőben hogy néz ki. És az árat még nem mondtam, ez 270 000 forintba került a tévé, ami, hát így gyorsan megnéztem, hát van ennél
olcsóbb, meg sokkal drágább is, már mint ami 4K-s és 165 centis, úgyhogy mindenki döntsön a pénztárcája, meg a különböző műszaki paraméterek szerint, ha épp tévét akar venni, de hát az látszik, hogy ez a tévé mindent tud, viszont azt meg kell jegyeznünk, hogy egy ilyen tévének nem csak az a funkciója, hogy hát, hogy ilyen szép filmeket, meg videókat nézzünk rajta, meg játszunk rajta, hanem van egy olyan másodlagos funkciója, hogy hát a hozzánk érkező szomszéd bácsi, meg néni, meg rokon, meg ismerős, meg kolléga, az eltártsa a száját, és büszkélkedhessünk, hogy nekünk ilyen tévénk van, és erre ez a mi tévét tökéletesen alkalmas. De mondjátok erre véleményeteket kommentben, mert hogy mára ennyit az Android tévék varázslatos világából, és iratkozzatok fel a csatornára, jövő héten találkozunk, sziasztok!